A módosítás bogaras és kevi esetében is főleg az idősebb generációnak jelent könnyítést. Elég sok gyógyszert szedek, és nagyon örülünk, hogy megalakult itt is az a gyógyszertár, mert nincs, amivel eljussunk Zentára, buszunk nincsen, csak akkor, amikor iskolába mennek a gyerekek, és így nem tudunk elmenni. Mindig az, hogy fogadjunk valakit, akivel elmenjünk és kiváltsuk a gyógyszereket. Fontos az, hogy a településünkre eljusson a gyógyszer az idősebb személyek számára, mivel hogy nem tud mindenki elutazni városra, és akkor itt a helyszínen meg tudja kapni azt a gyógyszert, amit kedden kiírnak, azt itt már szerdán 12 és 14 óra között akkor meg tudja kapni, és akkor nagyon fontosnak tartottuk ezt a dolgot újraindítani. Eddig úgy történt Keviben a gyógyszerellátás, hogy amikor orvos volt, akkor gyógyszerész is jött ki, és megtörtént a privatizáció, ami azt jelenti, hogy Keviben nem volt gyógyszertár, és mivel mi vagyunk a várostól legtávolabb, így ezért rendkívül fontos volt, hogy az önkormányzat erre megoldást találjon. Az önkormányzatból Cipó Igor falvakkal és helyi közösségekkel megbízott polgármesteri tanácsadó volt jelen a sajtótájékoztatón. Az önkormányzat nagyon fontosnak tartsa, hogy a bérbeadás után is a falvakba valami szinten gyógyszerellátás működjön. A két nagyobb faluba állandó jelleggel dolgozik gyógyszertár, Kevibe és Buránsoron pedig heti egy alkalommal az emberek azokat a terápiákat kiválthatják, amiket az orvos ugye kiír nekik előző nap. Tehát bogarasra ezentúl keddenként érkezik majd az orvos, ekkor írják ki a gyógyszereket, amelyeket szerdánként válthatnak ki a polgárok helyben 12 és 14 óra között. Kevibe pedig hétfőnként érkezik az orvos, a gyógyszereket pedig keddenként szintén 12 és 14 óra között válthatják ki a lakosok.